Balaton Kenesén vagyunk, a Kenese Marina Port vitorlás egylet versenyén. 91 hajó van, rajtnál olyan 2 méter per szekundumos délkeleti szél volt, de most hála Istennek gyönyörűen beerősödött, úgyhogy a hosszú pályát tudják menni a versenyzők, ami azt jelenti, hogy innen elrajtolnak, elmentek Almádiba, visszajönnek, jobb kézről kerülik a bóját, és Aligáról megfordulva fognak befutni. Amilyen gyengén indult a dolog, nagyon-nagyon kicsi szél volt, és nekünk sajnos nincsen nagy topgénuánk, csak kicsi. És ez úgy rányomta a bélyegét, mert a versenytársaink a nagy vitorláikkal szépen lassan elcsúsztak Almádi felé, és volt vagy 2 kilométer előnyük, de amikor vettük a bóját, utána igen, a keres szakasz jött. Na, ott már nem volt hátrányunk egy csepp sem, és ott nagyon gyorsak voltunk, úgyhogy gyakorlatilag majdnem utolértük őket. 50-100 méteres különbséggel vettük a kenesei bóját. Utána egy picit megint elmentek Aliga felé, mert ott megint több vitorlájuk volt, és hazafelé jövett, megint lehetett genakkerezni, ott megint rájuk jöttünk, úgyhogy izgalmas volt a verseny, de sajnos mi voltunk azok, akik később futottak be egy kicsivel. De nagyon élveztük, mert gyönyörű szép idő volt, és végül is amilyen gyenge kis szél volt az elején, azért észhez tért a széljárás, és élvezetesen lehetett vitorlázni. Hát a kékszalagtörés után első alkalommal vitorláztunk, csütörtökre lett kész a hajó. Nem sok szél fújt az elején, de nagyon jól fölépült ez a nyugati. Én ezt a hajót nagyon szeretem, mindig jó vele vitorlázni. Most egy vadonatúj csapattal mentünk, a Tóth Robi volt az egyetlen, aki eddig már volt a hajón, de Adorján Csaba ugye a 50-50 legénységéről való, Lep Gyula az Asszó csapatomban szerepel, Frigyer Barbara, E24-es magyar bajnok lett az idén velünk. Több oldalról összerakott, de végül is az én csapatom vitorlázott, úgyhogy nagyon, nagyon jól szórakoztunk. Sok hajónk van, meglepően nagyon sok. A Tabu kupa szépen áll a lábán, a Watt Energy alkotmánykupa nagyon jól szerepel, és a Tigresz Jársztik verseny is tökéletesen helyt áll a mai napon. Istennek jó szelünk van, és azért még itt tudjuk csinálni, nem a rövid pályával szenvedünk. Mert hogyha most rövid pálya lenne, akkor szenvednék, mert nem lenne szél. Tulajdonképpen ilyen kicsi szélben, ilyen sebességet szörfel nem tudok menni, úgyhogy nekem ez egy élmény volt, hogy tényleg ilyen párcsomós szélben is ilyen 7-8 csomóval hasítottunk. Mozgásos hajó volt, tehát kellett ezt föl, azt le, de jó volt, nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy örülök, hogy feljutottam rá. Zsombi volt a kormányos, úgyhogy az érdem az övé, hogy egész jó helyen értünk be. Hát én amit éppen mondtak, meg amit éppen kellett, ott húztam, vontam, súlyoltam. Ami még a nyárból van valami, azt szeretném így a Balaton közelében kihasználni, úgyhogy ez így össze fog szerintem függeni a vitorlázással is. Öröm volt nézni a Sirocco és Lilafület párharcot, ami az alkotmánykupák történetében először történt meg. Úgyhogy egy nagyon, nagyon jó verseny zajlik még mindig kint a pályán.